kezdődik a nap utolsó mérkőzése és a bajnokság utolsó mérkőzése, a döntő. Világklasszis játékosok is pályára léptek Bonyhádon, ahol a férfi nemzeti bajnokságot és a női szuperkupát is megrendezték. Két nagyon rangos strandlabdarúgó esemény zajlik itt a bonyhádi termálfürdőnek a strandlabdarúgó pályáján. Az egyik az a férfi nemzeti bajnokság, az az MBS bajnokság. Itt a legjobb 6 férfi csapat van itt, illetve a másik vonalon pedig a lányokat, a nőket képviselve a női szuperkupa, ahol pedig a házigazda bonyhádiakon kívül az NB1-es bajnokság első és második helyezettje. Pénteki és szombati napon a férfi bajnokságnak a mérkőzései zajlottak, amelyik szintén a mai napon fog ugye véget érni, és ma jött hozzá még a női vonalon a szuperkupa küzdelme. Ez volt megszínezve lényegében közönségjátékokkal, illetve hát a táncos lányok, a strandfocihoz hozzá tartozók a zene mellett, úgyhogy ez az, ami még földobja a programot. A legtöbben a hazai csapat meccseire voltak kíváncsiak, ilyenkor még a medencéből is sokan kijöttek, hogy szurkolhassanak. Most éppen a női szuperkupa döntőjének a küzdelmei zajlanak, és utána pedig következik a lényegi a fő esemény, amikor a férfi bajnoki arany fog eldőlni. A legérdekesebbek majd az eredmények lesznek, hogy milyen helyezés sikerül elérni a csapatoknak. A női szuperkupában a szigetvári keresztes lovagok és a tolnaiak közül fog eldőlni az arany sorsa. Férfi vonalon pedig a házigazda Bonyhád és az Újhartyán Bicekker fog majd egy várhatóan nagy csatát vívni világsztárokkal a pályán a magyar bajnoki aranyérmér. A csapatok között volt azért különbség, azért az elmondható így most már lezajlottak a napok, hogy volt, aki azért kicsit kilógott, bár voltak fiatalabbak is, volt csapat, amelyik abszolút megfiatalította a keretét, és ez mondjuk most az eredmény rovására is ment, meg nagyon nem volt mindegy, hogy melyik csapatban játszottak esetleg világsztárok, külföldi válogatott játékosok, hát azok a csapatok ezekkel a sztárokkal megerősítve sokkal komolyabb játékerőt képviselnek, és ezért is várható nagyon jó döntő, mert többek között az Újhartyán Vicekerben a lényegében két magyar válogatott sor mellett a világbajnoki döntős tahiti válogatott két sztárja is ott lesz, illetve bonyhádi oldalon is három ukrán válogatott, meg a BL-nek a gólkirálya szerepel, azon kívül Fekete Viktor, aki talán a magyar strandlabdarúgás történetének valahol legjobb játékosa, tehát azon mondja, nagyon nagy csata várható. A többi csapatban is voltak francia válogatottak például, tehát az azért nagyba hozzásegítette ezeket a csapatokat az eredményesebb szerepléshez. A legtöbb játékos kiemelte, hogy jó környezetben és csodás közönség előtt léphetett pályára. Eddig egész jól állunk, ugye most készülünk az úgymond a döntőre, valamiért a sorsolás így hozza, hogy pont a két legerősebb csapat fog most találkozni. Pénteki napon egy mérkőzést játszottunk, azt abszolváltuk, illetve tegnapi napon egy neccesebb meccsen tudtunk nyerni, aztán este pedig egy sima mérkőzésen, majd ma pedig délelőtt szintén egy könnyedebb mérkőzés, és akkor most jön az Újhartyán ellen úgymond a döntő, ugyanis ők is hibátlanok eddig, úgyhogy kettőnk közül dől el, hogy ki lesz a bajnoki cím. A szombat délelőtti gyöngyös meccs volt a legnehezebb, ott az utolsó pillanatokban sikerült nyernünk. Jól érezzük magunkat, ugye egyrészt, mert hazai pályán játszunk, egyre többen jönnek nézők is, vannak a csapatban külföldiek, úgyhogy nagyon sokat lehet tőlük tanulni, mind a játékból, mind tényleg ennek az egész feelingjét át lehet tőlük érvenni. Nem érzem a csapatot fáradtnak, ugyanis elég bő a keretünk, tehát próbáltuk úgy szervezni a dolgokat, hogy mindenki pontosan ugyanígy játszon, és hogy a döntőre mindenki friss legyen. A női szuperkupát a szigetvári keresztes lovagok csapata nyerte, a férfiaknál pedig az Újhartyán együttese bizonyult a legjobbnak.